Az Egri Szimfonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar előadásában rendezték a Philharmonia nyitó koncertet az Egri Bazilikában. A másik három szezonbérleti estre pedig vendégelőadókkal készülnek. A szezonbérlet idén is 6 sorozatból fog állni, fő gerincét az Egri Szimfonikus Zenekar alkotja, ezzel együtt 3 koncert lesz a Szimfonikus Zenekaré, és hogy másik 2 koncertbe Karnagy úr mindig valami meglepetés becsempész, hogy mi a meglepetés, majd el kell jönni, és akkor ki fog derülni. Ezen kívül korábbi előadókat is vendégül látnak, például Sebestyén Mártát és barátait, valamint a Talamba ütő együttest és Horgas Esztert. A nyitókoncerten többek között Mária énekek hangoztak el a kapella kórussal. A fő műsorszám Gioachino Rossini Stabat Mater című műve, ami a mester egyik utolsó nagyszabású alkotása, és talán a Stabat Mater irodalom legismertebb darabja. És ugye furcsa ettől a Belcanto mestertől ilyen csodás dallamokat ebben nagyon szomorú történetbe hallani, de hát ő ezt tudta, ennek volt a nagymester, úgyhogy ezért lett ez a mű annyira kuriózum. A szezonbérlet mindig 2 kamarakoncerttel egészül ki. Legközelebb a sorozat Koncert 53 Hurra című estjét hallgathatja meg a közönség novemberben. Ezen fiatal pályakezdők mutatkoznak be az Eszterházy Károly Főiskolán.